Sziasztok! Egy teljesen random napi vloggal jelentkezem, mert idén nagyon-nagyon tervezem a vlogmast, és szeretnék így kicsit jobban visszaszokni a videózásba, úgyhogy arra gondoltam, hogy néha-néha elvétve lesznek a csatornán videók, remélem nem bánjátok. Hogyha még nem találkoztunk, akkor Vanda vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagytok, és leginkább divat, szépségápolás, illetve ilyen teljesen random témában osztok meg tartalmakat. A mai videónak így nincsen igazából apropója, annyi történt, hogy most kaptam egy telefont a rendelőből, hogy ma elmarad a rendelés, mert technikai problémák vannak, szóval így szabaddá vált a napom, és ezért arra gondoltam, hogy bemegyek a városba, és elintézek jó pár olyan dolgot, amit már eddig is el kellett volna, de így legalább egy icipicit tudok dolgozni, és az itthoni ügyeimet, illetve a benti városi ügyeimet intézni. Úgyhogy most egy nagyon picit összekapom a lakást, és aztán pedig elindulunk. Tegnap egyébként egy sajtóeseményen jártam, ahol már amúgy 1000 éve szerintem a Covid óta abszolút nem voltam ilyen eseményeken, a MAC-nek a jóvoltából, és hát tel is tele van a csomag szemnél szebb sminktermékekkel, úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutogatom nektek, hogy mi lapul ebben az acskóban. Az első dolog, ami egyébként az esemény apropója volt, ez az új Studio Fix Primer. Szerintem már sokatok számára ismerős lehet az előző verzió. Én is használtam, és van is itthon egy jó pár belőle. Illetve választottunk nekem egy alapozót is, a Studio Fix alapozó családból. Lapult még a szatyorban egy színben hozzápasszoló korrektor is. Egy picit nehéz volt a választás, mert most jöttem haza nyaralásból, úgyhogy próbáltunk mindenből egy árnyalattal világosabbat választani, mint amilyen jelen pillanatban az arcbőröm, de ez a kettő egész jól működött rajta. Rejtett még a csomag egy Fix Plus-t is, amit egyébként is minden nap használok, csak én a mattító verzióját, ezt még nem próbáltam. Ez egy hidratáló, C-vitamin is van benne, úgyhogy estére is azt mondták, hogy nem feltétlenül kell csak fixálásra, hanem este is nyugodtan lefekvés előtt, vagy így bármikor, amikor hidratálásra van szükség, föl lehet dobni. Illetve az ikonikus szempilla spirál, aminek egyébként szerintem már lassan 4. éve törzsvásárlója vagyok. Ezt elrakom későbbre, mert van még itthon belőle egy teljes bontatlan doboz. A csomag apropója, ami egyébként számomra hatalmas imádat, egy ilyen scrunchy box volt, amiben 3 ilyen sejem hajgumi van. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a hajgumikat, és tényleg annyira jó, hogy így nem töri meg a hajat, meg ilyenek, még szerintem formázása is tök jó. És az a jó hír, hogy mától igazából, hogyha vásároltok egy Studio Fix alapozót, akkor kaptok mellé ajándékba egy ilyen csomag hajgumi pakkot. Az pedig, hogy még miért nincs ajtaja a gardóbszekrénynek, egy teljesen jogos kérdés. Egyelőre azért, mert nem tudtuk elszállítani, és nem szállított ki az IKEA valamiért, viszont most már meg lesznek rendelve az ajtók is, úgyhogy hamarosan emberi formát kezd majd ölteni így a szoba. Egyébként mindenképpen szerettünk volna ilyen paxos szekrényeket, hogy ugye így saját magunk tudjuk berendezni a dolgokat, de amint látjátok, hát konkrétan fullon van még így is az egész, szóval gondolkoztunk még, hogy oda az ajtó mögé, ahol itt most jelen pillanatban dobozok uralkodnak, hogy ide beraknánk esetleg még egyet, viszont szerintem nem férne már el ez a mélyebb fajta, hanem lehet, hogy csak az egyel keskenyebb, úgyhogy egyelőre most ez még így in progress, de már annak is örülök, hogy jelen pillanatban van szekrényem, és így tudom hova rakni a ruhákat. Cigarette, broken phone, the race.
gonna be really soon. Most jöttem haza, megmondom őszintén, beszaladtam még egy-két helyre, voltam a Big Bag-es lányoknál a showroomba, ugyanis egy együttműködéshez kiválasztottuk a szettjeimet, aztán beszaladtam még a Zarában, mert szerettem volna venni magamnak egy teljesen egyszerű fekete rövid szoknyát, viszont egyszerűen semmit nem találtam, és tökre felidegesítettem magamat a próbafülkében, hogy én nem tudom amúgy, hogy ezeket a zarás cuccokat kikre tervezik, de vagy én vagyok rohadt magas, de egyszerűen mindegyik konkrétan nagyon kellemetlenül rövid volt. Szóval, hogy nem az, hogy tudjátok, hát egy kicsit rövid, hanem ez az echte ki van belőle mindened. Úgyhogy ezektől sajnos meg kellett válnom, és egyszerűen már nem volt kedvem kikérni az egyen nagyobbi méretet, úgyhogy elviharoztam a próbafülkébe, és rendeltem 3 méretet online, mert egyszerűen nem volt már idegrendszerem ott tovább próbálgatni, meg minden egyéb. Most már itthon vagyok, és valószínűleg nem is fog így a nap hátra levő részében történni semmi, azon kívül, hogy sorozatot nézek, és megpróbálok valami kaját összedobni, úgyhogy megvágom ezt a videót, és nagyon-nagyon remélem, hogy ma, vagy legkésőbb holnap ki fog tudni kerülni hozzátok, hogy lássátok, és írjátok majd meg, hogy tetszett, vagy nem tetszett, vagy hogy milyen típusú videókat látnátok szívesen. Nagyon szeretnék elkezdeni gyúrni a Vlogmas-re, hogy tényleg ott minden okés legyen, és rendben menjen. Szóval szerintem így ennyit akartam, és nagyon köszi, hogy megnéztétek, és nagyon köszi, hogy itt voltatok. Remélem találkozunk hamarosan. Sziasztok!